beruházásokat, illetve az ehhez kapcsolódó kutatásfejlesztési programokat támogatnán nagyobb mértékben. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Vágó Gábor, 2 percben. Köszönöm szépen, és csak egy valami pont miatt. Volt egy olyan javaslat a jobbikos képviselőtársaimtól, ez a 62-es, amit elrontottam, mert nem ez a 62. első vitaszakaszban volt. Igen. Köszönöm, akkor elnézést kérek. Igen, szépen. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita második szakaszát és a vita egészét lezárom. Megkérdezem Comba Sándor államtitkárukat, kíván-e válaszolni, most nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPR 1377. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPR 1377 per 33. sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a részletes vitát 2 szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Felkérem Erdős Norbert jegyző urat, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket. Jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy először a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezetrendszerével és a jogállási kérdésekkel kapcsolatos módosításokat vitassa meg az Országgyűlés. Az első szakaszban tehát az ajánlás 1-től 20-ig terjedő pontjai, valamint a 36, 37, 38 és 44-es pontok szerepelnek. A második szakasz a 21-től 35-ig, 39-től 43-ig terjedő, valamint a 45, 46-os pontokra nyílik meg. Ezek a szolgálat teljesítési és adatkezelési szabályokat módosítják, valamint a hatályt és a mulasztási bírságot érintik. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a javasolt vitaszerkezettel? Kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Kérem a képviselőket, hogy felszólalásuk során csak a módosító javaslatokról kialakított álláspontjukat ismertessék. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát az 1-től 20-ig terjedő pontokra, valamint a 36, 37, 38 és 44. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Igen, megadom a szót Józsa István képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Föl kell rakjam a mikrofont. Olyan sok a érdeklődő, úgy látszik, ne szólj bele közben, mert megzavarsz, és akkor tovább tart. Képviselő... Az ajánlás 2. pontjához szeretnék először hozzászólni, amelyik úgy szól, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a továbbiakban NAB, államigazgatási, és mi javasoljuk kihagyni, fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. Sehol másutt a magyar törvényekben nem szerepel külön, hogy fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal, tehát mi a fegyveres jelzőnek a kihagyását javasoljuk abból a szempontból, hogy összhangban legyen a más hazai törvényi szabályozással. Egyedül itt tenne különbséget a jogszabály ezek között. A következő észrevételem a 6-os ponthoz vonatkozik. Itt van egy nehezen értelmezhető része a megfogalmazásnak, ami úgy szól, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága középfokú szervekkel rendelkezik, és be van szúrva, hogy alsófokú szervvel. Ez úgy gondoljuk, hogy értelemszerű, hogy egy igazgatóságnak nem csak középfokú szervei vannak, hanem alsófokú szerve is, ezért nem tartjuk külön indokolnak a megjelölését. A 7-es ajánlási pontban feltételes módban szerepel, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese szakmai tevékenységének számára, támogatására
szakfőigazgatót nevezhet ki. Ez úgy gondoljuk, hogy egy fölösleges bizonytalanság egy szervezeti struktúrába, hogyha később úgy gondolja, igen, ha nem, akkor nem. Tehát vagy van szakfőigazgató, vagy nincs, itt a feltételes módot úgy gondoljuk, hogy nem helyén való. A 18-as ajánlási pont, az úgy nézem, még belefér a első vitakörbe. Az a javaslatunk, hogy törvénybe kerüljön rendezésre, mely szerint a nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozók tevékenységére vonatkozó szabályokat hogyan képzeli el a jogalkotó. Itt az szerepel, hogy a kormány majd rendeletben állapítja meg. Mi úgy gondoljuk, hogy a nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozók tevékenysége elég fajsúlyos ahhoz, hogy törvény szabja meg a kereteit. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ebbe a törvénybe kellene, hogy megjelenjen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. 2 percre Szilágyi Péter képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 2 percre Szilágyi Péter képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel a külső órára és a lankadó figyelmre. Egy-egy ponthoz szeretnék hozzászólni, esetleg a 15. ajánlási ponthoz. Ebben azt kezdeményeztünk, hogy a NAV feladatköreit egészítjék ki azzal, hogy az adózók... Képviselő úr, egy kis türelmet kérek, mert nem lehet hallani a szavait. Jó. Szóval ez az ajánlási pontban szereplő módosítónk arról szól, hogy a NAV feladatköreit egészítsék ki a következővel. Az adózók és az adóügyekben érintett más személyek tájékoztatása a számukra a legkedvezőbb módon és információs csatornákon keresztül. Ennek a módosító javaslatnak az lenne a lényege, hogy jelentős mértékben növekedjen az adózási morál, javuljon az adózási morál, illetve azt szeretnénk, hogyha éreznék az adózók, hogy az állam mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legjobban biztosítsa számukra az adózásnak a megvalósítását. Úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslatból teljesen hiányzik a NAV feladatainak a felsorolásából ez a tájékoztatási kötelezettség, és logikailag mindenképpen az következik, hogy a feladatok között az adóbehajtást előzze meg ez a feladatkör. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki beszólalni? Igen, látom. Következő vitaszakaszban? Ebben a vitaszakaszban több jelentkezőt nem látok. A részletes vita első szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát. A 21-től a 35-ig, 39-től a 43-ig terjedő, valamint a 45. és 46. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Megadom a szót Józsa István képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, akik még figyelik a részletes vitát. Tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működésével kapcsolatban a 29-es, 30-as és 31-es ajánlási pontban szeretnénk tenni olyan pontosító indítványokat, amellyel megnyugtató módon lehetne tekinteni a jövőre, a tekintetbe, hogy a titkos szolgálati eszközöket mikor, milyen esetekben, milyen minősített esetekben használhatja majd ez az új hivatal, illetve a különböző adatbázisok kezelésének a szabályait. Ezt most egy nagyvonalúan elintézi a törvényjavaslat, hogy az összevont hivatalnak a különböző adatbázisait egy főigazgatóság kezeli. De hogy milyen szabályok szerint, az nem szerepel a törvényben, és ezt úgy gondoljuk, hogy aggályos lehet, tehát jobb a törvényi garancia. A 31-es ajánlási pontban teszünk indítványt arra, hogy a titkosszolgálati eszközöket csak kiemelt, tehát 5 évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett büntet felderítése érdekében lehessen alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy a
vám és pénzügyőrség eddigi gyakorlata az jó példával jár elő, pozitív tapasztalatok vannak ezen a területen. Ennek a kiterjesztése az adónyomozati tevékenységre viszont egy ilyen törvényi szabályozás esetén akkor korrekt, hogyha meghatározza a törvény azt a súlyossági kört is, amelynél a titkosszolgálati eszközök alkalmazhatók, különös tekintettel, hogy ezt most egy szűkebb hatáskörben el lehet majd dönteni. Tehát kérjük az előterjesztőt, hogy ezeket a szigorításokat, pontosításokat vezesse át az előterjesztésébe. Ez közérdek, nem egyéni érdek. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perce Szilágyi Péternek adom meg a szót. Ugyancsak egy ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni, ez a 45. számú. Ebben azt kezdeményeztük, hogy a tulajdoni lapról szól, tehát a tulajdoni lapok szolgáltatási díja esetében mind a hiteles, mind a nem hiteles tulajdoni lapoknak egységesen 1000 forintos díj kerüljön meghatározásra. Ennek az az indoka, hogy plusz szolgáltatást és plusz erőfordítást nem igényel a hiteles lapnak az előállítása, és úgy gondoljuk, hogy a díjnak költségarányosnak kell lennie, és ez a különbségtétel nem tartható fenn, és ez is nagyban szolgálná az adózóknak az érdekét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kívánja még valaki felszólalni? 6 percben, 2 percben, egyáltalán jelentkezőt nem látok. A részletes vita második szakaszát és a vita egészét lezárom. Szomba Sándor államtitkár úr nem kíván élni a megszólalás lehetőségével. Tisztelt Országgyűlés, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kulcsár Gergely képviselő úr, Jobbik képviselője. Emlékezzünk az első bécsi döntésre címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A trianoni tragédia után a magyar külpolitika addig legnagyobb sikerét könyvelhette el 1938. november 2-án. A pontosan 72 évvel ezelőtt az európai nagyhatalmak által meghozott első bécsi döntés azután született meg, miután magyar-csehszlovák határvitát a két állam vezető politikusai nem tudták tárgyalások útján rendezni. Tudni kell, hogy a magyar és a cseh vezetők közösen fordultak a müncheni egyezmény aláíróihoz, hogy döntőbíróként járjanak el a két ország vitájában. Mivel Franciaország és Nagy-Britannia kivonta magát a döntéshozatalból, így az olasz és a német külügyminiszter döntőbíráskodása nyomán született meg a magyar szempontból üdvözítő döntés. Az első bécsi döntés értelmében Magyarország az első világháborút lezáró trianoni békediktátum által elrabolt területeiből visszakapott közel 12.000 négyzetkilométert, Felvidék, illetve Kárpátalja déli részét. Az 1941-es magyar népszámlálás szerint az átkerült 1.062.000 lakosnak 84%-a volt magyar, és körülbelül 9%-a tót. A békeidőben született első bécsi döntés, tehát etnikailag igazságos határokat húzott, és az európai nagyhatalmak, beleértve Nagy-Britanniát és Franciaországot is, ekkor nemzetközi jogi érvényűek ismerték el. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a második világháborút lezáró párizsi békében egy tolvonással rajzolták vissza a trianoni határokat. A legvérlázítóbb az, hogy ezzel a fasiszta szlovák bábállamot jutalmazták a demokrácia hősei. Visszatérve a bécsi döntésre. Ez a siker a Horthy korszak ellentmondás nem tűrő, csak és kizárólag a magyar nemzeti érdek mentén mozgó külpolitikájának volt.